안녕하세요. 진경희입니다. 요제프 버틀러의 시를 작년에 번역해서 출판하였는데요. 많이 사랑하여 주시기 바랍니다. 요제프 버틀러의 시 중에서 제가 좋아하는 시 한 편을 다 읽어드리기가 힘들어서 한 부분만 말씀을 드리겠습니다. 두너강에서라는 시인데요. 나는 일하고 싶다. 과거를 고백해야 하는 것도 충분한 전투. 과거, 현재, 미래인 두노강에 부드러운 물결이 서로를 끌어안는다. 기억은 우리 조상들이 겨루었던 전투를 평화롭게 풀어내고 우리 공동의 과업들을 마침내 정리한다. 결코 적지 않은 이 일이 바로 우리 일이다. 감사합니다. 안녕하세요. 여기 부다페스트에서 요제프 버틀러에 대해서 말씀을 나누기 위해서 스페르 토커즈 요제 선생님을 모셨습니다. 그 koreai hallgatóim és nézőim, két nagyon távoli ország, Korea és Magyarország, kultúráját tekintve is nagyon sok különbség van a kettő között. Valami összeköti a magyarokat és a koreaiakat, mint az összes többi népet a világon, a történelem, az, hogy rengeteget szenvedők, de a magyar nép is és a koreai nép is a történelme során, és ez talán lehetőséget biztosít arra, hogy közelebbről megértsük egymást. A történelemmel kezdeném, amely a 20. században a katasztrófák sorát hozta el a magyarság számára, és ezek a kataklizmák a magyar olvasó közönséget ízlés, világnézet, erkölcsi meggyőződések, politikai állásfoglalások terén egymástól nagyon különböző csoportokba tagolták. József Attila költészetével mégis megtörtént az a csoda, hogy kommunisták, népiek, polgári intellektuelek, emigrációba kényszerű tiltakozók és a mindenkori státuszkó képviselői egyformán kivétel nélkül a sajátjukat érzik. Úgy vélik, hogy a költő az ő véleményüket fogalmazta meg a világról, az emberről. Talán Petőfi Sándor volt az egyetlen olyan költő a magyar irodalomban, aki olyan sokáig egyedüliként uralta a magyar olvasók szívét, mint József Attila. 1937-ben történt tragikus halála óta folyamatosan őt tekinti a magyar közvélemény költészetünk legnagyobbjának, a modern irodalom legnagyobbjának. Az irodalmunk, költészetünk igen jelentős változásokon ment át a halála óta, de a költők mindmáig az ő leszármazottjának tartják magukat. Ezért nem véletlen, hogy április 11-e a költészet napja. Mondhatni, József Attila a költészet védőszentje volt. Mi a titka ennek az egyetemes és tartós hatásnak? A magyar társadalom a 19. század vége óta a 20. század első felében meghatározó átalakulásokon esett át. Az ízlés, a gondolkodás, a mentalitás gyökeres modernizációs folyamatot élt át. A történelmi osztályok, amelyek a honfoglalás, 895-ben volt a magyar honfoglalás, vagy 896-ban, attól függ, hogy mikorra teszik a időpontot. Tehát azóta, a honfoglalás óta évszázadok viszontagságai alatt vezették az országot, a történelmi osztályok, nemesség, arisztokrácia, stb. De erre az időszakra, 20. századra végső hanyatlásnak indultak. Új társadalmi osztályok léptek fel a történelem alakítói gyanánt. Először a polgárság, majd a megszerveződő munkásmozgalom révén a proletariátus, végül a népi mozgalom, a parasztság lépett be a történelembe a múlt század 30-as éveiben, a népi mozgalomnak a keretében. József Attilát anyai ágon a szegény parasztság, apai ágon pedig a városi proletariátus küldte, de 1919-től, édesanyja halálától fogva, teljes árvaságra jutásának az időpontja ez, mert az édesapját is elvesztette, újra kezdődött az élete, és ebben az újra kezdődő életében a polgári réteg karolta fel őt. Tehát mindhárom új társadalmi réteg tulajdonképpen a saját fiának tekintető. Ezeknek az egymással is versengő és konfliktusba kerülő, de egyaránt a modernizációt előre lendítő új történelmet alakító, de mindmáig szerényebb körülmények között él maradó rétegnek a költője ő. Az alsó társadalmi rétegeké,
a szegénység költője volt. Az 1989-es politikai rendszerváltás után visszatérő polgári társadalom ráadásul József Attila lázadó emancipációs társadalom kritikai attitűdjét is újra hitelessé és időszerűvé tette. Azt írt egyik versében, hogy háltak az utcán. A rendszerváltás óta ezt naponta mi is tapasztaljuk. Emberek, akiknek nincs lakásuk, elvesztették a házukat, hálnak az utcán, visszatért a régi világ. Újra aktiálissá lett József Attila. Tehát ezeknek a új erőknek a hullámán került tehát bele József Attila a kultúra, a költészet világába. Ezeknek a történelmet alakító rétegeknek a költője, amit mondtam. Modern, tehát azt lehet mondani, hogy a költészetem a elevenebb, mint eddig bármikor. Modernnek lenni azt is jelenti, hogy az önismeret, az emberismeret, a létezésünk örök és megoldhatatlan problémái, csapdáinak a tudomásul vétele is jelen van és érvényesül a tudatunkban. Tehát az ember nem oldotta meg és nem is fogja tudni megoldani soha az összes problémáját, fogja marad a bajainak, a problémáinak, a gyengeségeinek, és számos okból egyébként, amelyek között az ő emberi hibái is szerepet játszottak, ő életében nem vált központi szereplővé, mint például a kor másik nagy költője Ady Endre, nem kapott lehetőséget arra, hogy irányítsa, befolyásolja irodalmunk alakulását, elszigetelődött, elmagányosodott, de ez a szereplési lehetőségektől őt megfosztó magány is hasznára vált, neki nem vált hasznára, mert ebbe halt bele, hanem a költészetének vált a hasznára. József Attila főleg utolsó éveiben az ő lelki betegségbe taszító félreszorítottság folytán az emberi létnek az anomáliáit, apóriáit is könyörtelen élességgel élte meg és tárta fel és fogalmazta meg. Önismeretünk nem nélkülözheti azt a tudást, amelyet ő küzdött ki a betegséggel, halállal, kudarcokkal viaskodó utolsó korszakának a verseiben. A hatásának még van egy fontos alkotó eleme, hogy mindezt tiszta költészettel hajtotta végre. Át tudta lényegíteni az életnek ezt a sok bonyodalmát, sok problémáját, tiszta költészetté. A stílus kristálytiszta rendszere, a formaadás tökélye jellemezte őt, annak a magyar és európai költői hagyománynak a tökéletes feldolgozása, amelyre csak a legnagyobb költőink voltak képesek. Én ezért tartottam József Attilát egész pályám során a legjelentősebb modern magyar költőnek, és ezért váltam az ő kutatójává, és ha lehetett, akkor az egyetemen is ezért igyekeztem az ő költészetét oktatni. Ha azt kell, válaszolnom kell egy olyan kérdésre, hogy melyik a kedvenc József Attila versem, nagyon nehéz a választás, mert én most írok egy monográfiát, és ebben minden József Attila versről írok valamit. Tehát az összes József Attila verset szeretem, de azt gondolom, hogy az egyik olyan verse, amelyiket már életében, fiatal korában, aztán később életköltészetében, amikor teljesen félreállították őt, akkor is elismert a korabeli kritika és a korabeli közvélemény, amely híressé tette őt, és egyúttal ugye azzal is járt, hogy az egyetemről eltanácsolták, a Szegedi Egyetemről, ez a Tiszta Szívvel című verse. Tehát a Tiszta Szívvel című verset tekintem az egyik, a sok kedvenc József Attila vers közül az egyik legkedvesebb József Attila versemnek. Köszönjük a Tiszta Szívvel 시를 한번 낭독해 주셨으면 감사하겠습니다. 이건. 하트 megpróbálom elmondani kívülről, mert ha az emberek kedvenc verse, akkor illik kívülről tudni. Sok verset tudom kívülről, de lehet, hogy nem hibátlanul. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm, hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felköpnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Amikor egyszer mentem haza a városból,
egy hajléktalannal találkoztam az Örsvezér téren, és ezt a verset énekeltem. Biztos vagyok benne, hogy fogalma sem volt arra, hogy ez József Attila vers. Azt lehet mondani, hogy folklorizálódott, tehát elterjedt a nép legszegényebb rétegeiben is.